Következő napirendi pont a látogatóközpont a Kostyán kúriában és feltételes szerződések. Ezzel az előterjesztéssel annyit kell mondanom, múlt héten szerdán volt döntés, hivatalosan nem tudunk róla semmit, előzetes tájékoztatás alapján 30-szoros volt a túljelentkezés, és a vonal alatt vagyunk. Úgyhogy megtárgyalhatjuk, de nagy valószínűséggel ezekre a szerződésekre nem kerül sor, tehát nem fogjuk megkötni. Április 30-áig. Hát már akkor vonal alatt voltunk. Nem kerültünk a vonal fölé. Igen. Magyarul nem fogunk nyerni, úgy néz ki, de nem tudunk hivatalosan semmit. Tehát a tájékoztatás ennyi, hogy 30-szoros volt a túljelentkezés. Úgyhogy ne nagyon reménykedjünk. Remény hal meg utoljára, tehát szavazzuk meg ezeket a határozati javaslatokat, de nem valószínű, hogy ebből lesz. Lencse Gréta képviselő asszony, és most jön a jogász a 700 ezer forinttal, ami a pályázatban elszámolható. Igen, ez van betervezve. Az előző rossz helyen feltett kérdésem, mit tennél fel is, ami inkább egy általános jellegű kérdés lesz, de persze erre a projektre is vonatkozik, hogy ugye a költségvetési tábla alapján van könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, igen, ilyen jellegű kiadások is, és csak az lenne a kérdésem, hogy tudomásom szerint ugye van általános megbízási, igen, szerződés az önkormányzatnak jogi tanácsadásra, könyvvizsgálatra, hogy ezeket abban nem lehet belefoglalni, hanem külön kell szerződést kötni. Így. Tehát jogilag nem lehetséges belefoglalni. Nem. Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? Nincsen, akkor egy... Igen, tessék, parancsoljon. Hogyha egy ilyen megvalósul... Köszönöm szépen, hogyha egy ilyen megvalósul, egy ilyen projekt, akkor ez ugye ez 2014. januári döntés. Még egyszer? 2014. januárban döntött az akkori képviselőtestület erről a pályázatról. Ha jól emlékszem, az előterjesztésben ez van. Hát igen. Ez két évig, igen, két és fél évig, igen, húzódott, mire döntésre. Arra kellene figyelni, hogy ezek az ilyen jóléti beruházások, bár biztos, hogy emelik egy városnak a respektjét, de ezek a jóléti beruházások, hogyha egy ilyen megvalósul, akkor utána nagyon sok pénzt visznek el. Nem fognak pénzt termelni. Tehát arra kell figyelni az ilyen pályázatok esetében. Van benne ebben a projektben 4 milliós nyilvánosságra vonatkozó költség. Az mondjuk nincs itt a városfejlesztőnek az igazgatója, de ez egy nagyon sok pénz, egy marha sok pénz egy ilyen esetben. Mire van betervezve 4 millió forint nyilvánosságra ilyenkor? Tájékoztatásom, mondom, hogy ebben a 4 millióban szerepel egy ismételt abonyi kiadvány az abonyi kúriákról, képek, tehát terv szerint egy újabb könyv, egy kiadvány, ami a kúriáknak a bemutatásával foglalkozik. Ez a projekt, ha megvalósult volna, vagy megvalósulna, 100%-ban támogatott, tehát ehhez az önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítani. Ez norvég alapos pályázat, tehát a norvég alap is ugyanúgy, mint az Unió leszabályozza, hogy mire hány százalékban fordítható a teljes pályázati keret. Tehát a közbeszerzési tanácsadóval is van szerződésünk, és mégis nem abban 40 vagy 30, most 30 ezer forint a havi végzi el az összes közbeszerzést, hanem minden egyes beruházásra külön díjszabás van. A nyilvánosságnál 4 millió a nyomtatványokat, a projekt indításakor, zárásakor szórólapokat kell készíteni, hirdetéseket kell föltenni, és tévé, rádió nyilatkozatok, amire nem mindenki jön el ingyen, van, aki ingyen jön, van, aki térítés ellenében, és a nagy tétel az pedig egy könyvkiadás lenne az abonyi kúriákról, hiszen ez egy kúria felújítási projekt. A másik, hogy mennyire jóléti beruházás, ebben a Kostyán házban valósult volna meg a polgári értékeket bemutató múzeumi rész, a falumúzeummal szemben. Ez az épület
azért ilyen, vagy már azért kerülne drága, tehát azért sok ez a projekt, mert az egynegyed része a Kostyánháznak elbontásra került a II. Világháborút követően, és a régészeti és építészeti feltárások során derült fény, hogy az egynegyede az épületnek hiányzik, tehát azt újra kellene építeni. Abonyi Lajos, tessék? Emlékszoba kerülne ott kialakításra, természetesen a kultúra az pénzbe kerül, és a múzeumi kiállítóhelyek pénzbe kerülnek, de ez is megint egy olyan, ami munka lehetőséget biztosítana, és a város értékeit. Tehát a mi önerőből ezeket a gyönyörű műemlék épületeinket nem fogjuk tudni sohasem felújítani, elbontani nem lehet, nem is lenne szabad. Ha meg akarjuk őrizni a jövő számára, akkor ezeket rendbe kell rakni, és funkciót kell neki adni. Tehát a tény, hogy ezek az épületek viszik a város költségvetéséből, jócskán megemelik a kiadási oldalt, de a helyreállítások, ha önerőből kell megcsinálni, sokkal többbe kerül. Tehát nagyon sajnálom, képviselő úr, de ezeket rendbe kell rakni, és ezek bizony pénzbe kerülnek. Tehát az üzemeltetés is. De ha nem lakják, és hagyják lerohadni, mint van egy-két magántulajdonba került műemlékünk, ami az elmúlt 10 év alatt csak pusztult, és nem alakult, azért komoly bírságot szab az örökségvédelem, és városképileg meg nagyon rontják az összhatást. Tehát én ezt nem úgy fogom föl, hogy ezek jóléti. Jóléti persze, hát jó az, ha megépül, meg lesz, és gyönyörködünk benne, ne talántán még egy-két embernek munkahelye is lesz benne, és a jövő számára meg megőrizzük azokat a polgári értékeket, amiért a polgári párt küzd, hogy megmaradjon a jövő számára. Egedi doktornak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Meggyógyult. Ó, de jó. Visszaadod. Vannak pillanatok. Igen, ez a következő nap. Ez így volt 2014. május 8-án is. Akkor cserélünk, jó? Meg gyakorlatilag ma is, amikor el lehet azt mondani nyugodt szívvel és lélekkel, hogy ugye mondjuk, ha a polgármester asszony meg a személyem politikai és egyéb világnézetét tesszük párhuzamba, ott jelentős különbség van. Ha nagy politikai síkon nézzük, akkor a kettőnk politikai világnézete szempontjából a polgári értékek, mint hitvallás képviseletében is nagy politika szintjén levetítve különbség van. Viszont ez egy ritka alkalom, hogy világnézettől függetlenül, politikai hitvallástól függetlenül a polgári értékek megjelenése és tradíciója vagy városában című pályázatot, ugyanúgy én is támogattam, természetszerűen nem is tehettem volna meggyőződésem szerint más, mint ahogy tette hozzám képest más világnézettel polgármester asszony is. Csak a polgári értékek körébe tartozott a herendi kiállítás is. Ebben is világnézettől függetlenül egy véleményen voltunk, és ugyancsak a polgári értékek megjelenítés és terjesztése sorozatába tartozott a budapesti vonósok fellépése a Kultúraházában. Ennek támogatásában is egy véleményen voltunk, világnézettől függetlenül. Én nem nevezném, és ezt ne vegye vanadó képviselőtársam kritikának, én nem nevezném a 10.668.000 forint önerőt, mert ennyi a 5% az egész teljes beruházásnak. Ha megvalósulna, sajnálom, hogy úgy tűnik, hogy ez nem fog megvalósulni jelen pillanatban, bár még egy jó hónappal ezelőtt ügyvezető igazgató úr, de arról beszéltünk, hogy nagyok az esélyek, hogy ez mégis a vonal fölött lesz valamennyivel. Tehát ez nem jóléti kiadás. Ez valóban, ahogy polgármester asszony említette, ezeket az épületeket csak úgy lehet felújítani, valamilyen funkciót találunk ki neki. És adta magát, hogy egy ilyen funkciót kapjon. Az, hogy a későbbiekben, ha megvalósulna és kívánom, hogy valósuljon meg, ez milyen költséggel jár, a fenntartása működtetése, én azt gondolom, hogy nem feltétlenező a hatalmas költség, a város diákságát is be lehet vonni ennek a működtetésébe, mint ahogy a falumúzeum működtetésébe is be lehetett volna már vonni, vagy be lehetne vonni. Lásd a érettségihez bizonyos 50 órát kell teljesíteni különböző területeken.
történelmi fakultáció, stb. Nem kívánok nem pedagógus lévén ötleteket adni, de ügyvezető igazgató úrnak ilyen jellegű gondolata is voltak, amikor a pályázat elkészítése kapcsán meg annak idején 14-ben, 15-ben beszélgettünk. Köszönöm szépen. Egyébként meg ha rendben lennének a kúriáink, és ezek turisztikailag is egy vonzerőt jelentenének a településre, ha pedig ide jönnek megnézni ezeket, és a vendéglátóegységeket igénybe veszik, akkor azoknak a bevételét is, és a mi adóbevételeinket is növelhetik. Balangó László képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen, arra kívántam ezzel felhívni a figyelmet, hogy minden egyes ilyen döntés, ami én továbbra is azt mondom, hogy egy jóléti beruházás, mert nem termel profitot, azt hívják jóléti beruházásnak, az további olyan tevékenységek ösztönzésére tolja, nem is ösztönzésre, muszáj irányba tolja a várost, ami a költségeknek a csökkentését jelenti, például adóbevételek emelésére. Tehát ezzel számolni kell. Ez egy lehetőség, nem azt mondtam, hogy adók fognak ezzel emelkedni, csak számolni kell. Viszont egy konkrét kérdésem az előterjesztéssel kapcsolatban. A bíráló bizottságban meg van nevezve dr. Salánki Róbert megbízott jogász, holott a Tóta ügyvéd urat kívánja az önkormányzat megbízni, és a kettő nem ellentmondás egymással? Nem. Köszönöm. A közbeszerzési bíráló bizottság pont azért, mert a szerződések kötése és egyéb jogi procedúrák tartoznak a Tóta ügyvéd úrra, ami a pályázathoz kapcsolódó eljárások. A bíráló bizottságba pedig ettől független emberek lesznek, tehát semmi akadály a településfejlesztési osztályon ügyintéző dr. Salánki Róbert, tehát itt dolgozik a hivatalban, ezért van nevesítve. Nem látok több kérdést, akkor az egyes számú határozati javaslat a projektmenedzser megbízásáról szól, Városfejlesztő Kft. És akkor Városfejlesztő Kft.-t bízzuk meg a projektmenedzseri feladatokkal, aki ezzel egyetértek ellenek az összegek nekem. Köszönöm. Akkor várjál, visszamegyek az előterjesztésre. Köszönöm. A kosorba. Na, egyszerűbb lesz. Saját gépem az vacilált. Jó, akkor... Mondom, nettó 5.850.000 forint, és ez a pályázatban elszámolható. Aki ezzel egyetért, és a saját cégünk, tehát gyakorlatilag a működési költségeit egy részét fedezni a pályázati pénz. Aki ezzel egyetért, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tizenegy igennel elfogadta a testület, köszönöm. A következő közbeszerzési feladatok ellátására Kárbentor BT nettó 3.240.000 forint, aki 3.200.400 forint. 3.200.400 forint, aki ezt elfogadja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Közbeszerzési feladatok. Tájékoztatás és lemaradt. 11 igennel elfogadta a testület, köszönöm. A nyilvánosság biztosítására is a Városfejlesztő Kft.-t javasolt megbízni, nettó 3.300.000 forint összegben. Aki ezt támogatja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Jogi szolgáltatások, doktor,
12 igennel elfogadtuk a nyilvánosságotra a Városfejlesztő Kft-t. Jogi szolgáltatás dr. Tóth Áron ügyvédiroda nettó 700 000 forint, aki támogatja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. És akkor azt hiszem végére értünk. Még lesz a másik határozati javaslata az ad hoc bizottság, vagy nem? Most már úgy hívják, hogy 12 igennel elfogadtuk az jogi szolgáltatást dr. Tóth Áron. És akkor van még egy ilyen közbeszerzési tanácsadó Tóth Róbert, tehát a bíráló bizottságban, projektmenedzser felelős Jánosi László. Még a műszaki ellenőről nem szavaztunk, akkor azt még megkeresem, van AD. Iroda, a műszaki ellenőről is szavazni kell. A Bonyolános fejlesztőket több mint 800 ezer. A Városfejlesztő? Igen. Igen, az kevesebb. Abonyi Városfejlesztő Kft. Jánosi László végezni a műszaki ellenőrzést nettó 2 800 000 forintért. Aki ezt támogatja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Akkor viszont nem lesz külön műszaki ellenőr. 12 igennel elfogadta a testület, és akkor a projektmenedzser és műszaki ellenőr egy személyben Jánosi László. A bíráló bizottságban, tehát mit korábban adhok bizottságnak hívtunk a közbeszerzéseknél, abból lett bíráló bizottság. Akkor ismertetem a tagokat, Tóth Róbert, közbeszerzési tanácsadó, Jánosi László, mint projektmenedzser és műszaki ellenőr, Pintérné Simon Szabina intézményvezető, Hangli Gyula gazdasági osztályvezető, dr. Salánki Róbert, megbízott jogászatő, a településfejlesztési osztály munkatársa, de egyben jogász, Fiala Károly osztályvezető, és az elnöknek javasolt Tóth Róbert úr. Aki ezt támogatja, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tizenkettő igennel elfogadtuk, köszönöm szépen akkor, hát reméljük, hogy bekerül a támogatottak közé, és akkor lesz is értelme szerződést kötni.